Tamás, az első fél időben a frászt hoztátok a nézőkre. Mondhatni kritikán aluli volt a játékotok, de sikerült összeszedni magatokat a második fél időre. Mi volt ez? Hát nem csak a nézőkre hoztuk a frászt, hanem rám is, meg a saját magunkra is. Ugye rengeteg zicser kimaradt, ugye összeszámoltuk, ugye az első negyed órában 7 kapussal szembeni lövés maradt ki, ami abszolút zicser volt, tehát nem átlövés, hanem mondjuk tudtuk, hogy a képzett kapusról van szó egyébként, tehát ügyes volt a srác, ugye nem azokat a területeket lőttük, ami igazából amit kellett volna, vagy amit megbeszéltünk. A második fél időre azért ebbe tudtuk változtatni, tehát ott azért a lőtt gólok száma is ugye már azért meglátszott, hogy nem azt a részét lőttük a kapunak az első fél időbe. Ez volt az egyik kulcs a dolognak, a másik meg az, hogy az első fél időben ugye folyamatosan ugye annak ellenére, hogy próbáltuk a játékunkat játszani, igazából ilyen egyéni pluszokat próbáltak a játékosok beletenni, maradjunk ennyibe, és ugye azzal elment egy támadásnak az üteme, tehát folyamatosan. Ugye ez, most majdnem azt mondom, hogy minden poszton előfordult, és ugye nem úgy érkeztek a labdák, illetve nem úgy jöttek a labdák az adott területre, hogy abból meg lehetett volna csinálni egy betörést, vagy egy jó játékot, vagy egy hetest kiharcolni, vagy egy zicsert lőni. De ennek ellenére az első fél is megvoltak a helyzeteink a gyengébb játék ellenére, ugye ott a koncentrációval volt gond. Most nem azt mondom, hogy mindenkinél, de hát ugye erre mondják, hogy akkor ezek szerint az edző nem találta a kezdőt. De változtatni kellett, hát úgy néz ki, hogy a változtatások meg sikerültek, mert akik beszálltak, azok jól szálltak be túlnyomó részt, tehát tudtak hozzátenni a játékhoz. Én azt gondolom, hogy ilyen van, tehát ezt már többször meg is beszéltük az öltözőbe, hogy olyan van, hogy amikor valakinek nem megy. Hát most majdnem úgy nézett ki, hogy a csapatnak az egész magját majdnem le kell cserélni, idézőjében nem lecserélni, csak ugye nem mindenkinek sikerült úgy a mérkőzés eleje, hogy szerette volna, mert azt nem gondolnám, hogy nem szerette volna. Most egy-néhány játékos ilyen paszba volt, tudtunk változtatni, a többiek hozzátettek, tehát ez úgy néz ki, hogy a jó védekezéssel párosulva elég volt a második fél időben ahhoz, hogy magunk javára fordítsuk a mérkőzés magabiztosan. Meg hát ugye az látszott, hogy az elején próbálták ugye ők gyorsan felhozni a labdát, nagy iramba játszottak, mi is próbáltunk ehhez idomulni, nekünk az első fél időben sok hiba párosult, hogy volt 3-4 eladott labdánk is. Próbáltunk gyorsan labdát felvinni, a második fél időben már jobban koncentráltunk, úgyhogy jobb volt a játék is. Hát igen, hogyha helyzetre játszották volna ezt a mai mérkőzést, akkor nehéz dolga lett volna a pontozó bíráknak, hiszen mind a két csapat hibát hibára halmozott már az első fél időben. Ellenben én kiemelném a kapusodnak a teljesítményét. Talán ebben a szezonban ma volt a legjobb formában ő. Hát a Norbi most egy ideje már. Hát úgy mondom, hogy amióta a csapathoz kerültem, azt látom, hogy a Norbi jó formában van egyébként. Ugye a kapusok azok mindig megbeszélik maguk között, hogy kivállalja el a mérkőzést. Ha nincs sérülés, meg ilyesmi, vagy egyéb akár pszichés probléma, akkor ugye megvan, hogy kivéd az adott mérkőzése. Most így jött ki, tehát hogy ez most a Norbinak a mérkőzése volt. Ugye a legutoljára, amikor játszott Veszprémbe, ott is nagyon szuperül védett. Ugye igaz, hogy akkor kikaptunk, de 20 gólt kaptunk ott is, tehát nem rajta múlott, ott is lehúzta a rólót szinte, azt lehet mondani. Úgyhogy eddig, amíg pályára került, mindig hozzátett. Ugye a múltkori hazai mérkőzésen ugye a végén, amikor csereként beállt, akkor az Endre védett ugye a túlnyomó részén a mérkőzésnek, hogy a Szászalombatta ellen. Ugye beállt a Norbi utolsó 10 percre, ott is hozzá tudott tenni. Hát ugye ez a csapatjátéknak a lényege, hogy ha valaki beszáll, ugye akár hányadik percben ugye tudjon hozzátenni. Ez ugye tiszta fej szükséges, őneki ez azt gondolom, hogy megvan. Tehát őneki egyrészt megvan a képzettsége, másrészt pedig megvan a kognitív képességei is ahhoz, hogy ezeket a feladatokat megoldja, úgyhogy mindenképpen pozitív, ahogy beszáll a mérkőzésekbe, illetve ahogy lehozta a mai mérkőzést is. Mérkőzés végén már elégedett voltál a srácokkal? Megcsinálták végre azt, amit te kértél tőlük? Hiszen láttam, lehoztad a kapust, hogy meglegyetek. Igen, gyakorlunk. Hát most mondhatnám azt, hogy bizonyos fázisába tartunk ennek. Nem mindig úgy sikerül, ahogy kellene. Végén lőttünk egy gólt belőle, de most se az volt a mozgás, amit szerettem volna, vagy megbeszéltünk. Most nem akarok ebbe belemenni. A lényeg az, hogy természetesen nem akarjuk megadni az ellenfélnek azt az esélyt, hogy mivel kapust lehozzuk, ezért eladott labdából mondjuk gólt szerezzen meg, vagy mit szeretnénk csinálni. Gyakoroljuk, még előbb-utóbb jó lesz ez.